A jelenlegi enchant rendszer nagyon régóta velünk van a játékban. Nem sérül hoznak be újítást, azok is általában az új blokkokkal kapcsolatosak. Így ma hoztam egy módot, ami rengeteg új enchantot hoz be a játékba, le fogom őket tesztelni, és kiválasztom közülük azokat, amelyeket szívesen látnék az eredeti Minecraftban. Tartsatok velem, írjátok le a véleményeteket a komment szekcióban, és hát lássuk. Na itt is vannak, mint látjátok, készítettem egy ilyen teszt sarkot. Az összes enchantot gyémántocokon fogom tesztelni, hát kezdjük az elsővel. Leeching Aspect, ezzel elméletileg tudom magamat healelni, hogyha kritelek egy karddal. Maximum szintje 2, hát lássuk, hogy vajon mennyit érek, lehet, mert mondjuk kaját venni a kezembe. Kicsit lesebződünk. Aha, talán még egy picikét. Hát aztán lássuk, hogy vajon mennyit heal el. Egy szívet? Hát amúgy az még talán balanszolt is. Ja, kritelni kell vele, amúgy, ahogy látom, nem heal el, de kritelésén egy szívet visszatölt. Ez amúgy tök hasznos. Frost Aspect. Valószínűleg ennek valami fagyasztós képessége lesz. Hát lássuk. Aha, hát nem igazán tudom így eldönteni, mivel ez egy ranged enemy. Aha, hát most tud mozogni, de az előbb nem tudott, vagy? Hát ez elég furi. Na mindegy, lehet, hogy le kellene spawnolni valami másfajta mobot. Mondjuk így denevért. Azon viszonylag látszik, hogyha le tudjuk fagyasztani. Csak mondjuk jól lenne eltalálni. Mondjuk jól lenne egy kicsit tankosabb mobot használni erre. Jó, creeper. Lássuk, hogy mit tud. Nem igazán látom, hogy ez csinálna bármit is, vagy jobb gombbal kellene vele. Nem tudom. Mondanám azt, hogy látok valamit, de amúgy is hátradobom a mobokat, amikor beléjük ütök, szóval nem igazán látom, hogy bármit fagyasztanék rajtuk. Sőt, igazából a pokokat még meg se lököm. Na, de ez annyira nem volt ígéretes, dobjuk is vissza a cseszbe. Lightning Aspect, ez jól hangzik, mivel szerintem ez a Fire Aspectnek lesz a villámos változata. Lássuk. Aha, most belé fog csapni a villám, vagy mik ezek a villámok körülötte? Mint látjátok, ilyen villámok jelennek meg, de nem történik semmi. Talán viharban működik? Hát, ha jönnek itt a villámok, de egyik se ide csap be, szóval ajaj, meg fogunk halni. Jó, hát ez megy vissza a kukába. Jó, a következő enchantunk magyarul a kezdeményezés nevet kapta. Ez 5-ös szintű, és elméletileg a full AP-val rendelkező mobokra bónusz sebzést okoz. Azta! Na jó, ez brutális volt. Nézzük meg egy pillageren, azon 1-2 hit, wow! Csak hogy kíváncsiságból egy sharpness 5 az vajon mennyivel gyengébb vagy erősebb? Ez két ütés volt. Pillager az meg 2-3. Na jó, ez az új enchant, ez elég OP. Sokkal OP, mint a sharpness. Jó, viszont hogyha egy lesebzett mobot ütünk meg vele, akkor hát egy sima gyémánt kardot kapunk, viszont azért általában a mobokkal full AP-t szoktunk találkozni. Jó, ez ideig tetszik, ez nagyon jó kis enchant. Oké, lássuk a következőt. Glass 5. Ez elméletileg akkor sebez többet, hogyha én vagyok full HP-n. Ha és hát gondolom ugyanannyit, mint az előző enchant, lássuk, hogy vajon egy ilyen illager, ugyanúgy szintén két ütés. De mi van akkor, hogyha le vagyok sebződve? Igen, akkor egy sima gyémántkardot kapunk. Hát ha választanom kéne, akkor inkább az előzőt használnám, de amúgy ez se rossz. Solitude. Ez akkor sebez többet, hogyha ez az egyetlen enchant egy kardon. Viszont akkor egész OP-nak tűnik. Wow. Egy vasgolemen. 6 ütés. Egy sharpness 5-ös enchanttal viszont 11 ütés, szóval ez talán az egyik legjobb enchant idáig. Nincs semmi előfeltétele, csak az, hogy ne legyen rajta másik enchant. Jó, mondjuk abból a szempontból, hogy a mendinget nem tudjuk rátenni, nem valami hasznos, viszont gyémántal azért tudjuk javítani. Jó, ezt ide félreteszem, ez nekem nagyon tetszik. Dual Strike, ez elméletileg megüt egy másolagos ellenfelet is, hogyha használom, csak hát gondolom ez a pók az már elég messze van. Még egyszer, aha, van benne egy kis bugi, lássuk még egyszer. Oh, egy skeletonnal spawnolt a pók. Ja, működik. Bár mondjuk nincsen olyan nagy range-e. Vajon 3 mobbal működik? Ajátok már egymás mellé. Nem csak 2 üt egyszerre, ahogy látom. Tehát mondjuk logikus, mivel Dual Strike. Hát ez így önmagával nem ér sokat. Viszont vajon összetudom craftolni egy ilyen initiative enchanttal? Aha, működik. És ilyenkor vajon mind a 2 mob megkapja a Dual Strike-ot? Hát... nem. Nem úgy néz ki. Sajnos ez nem működik. Ahogy csak meg ne halljak már. Feint 2. Még mindig a kardoknál tartunk, ezt csak egy kardra lehet rátenni. Hát lássuk, hogy mit tud. Oh, wow. Én ugrok hátra, hogyha valakit megütök. Hát ez mondjuk egy ilyen távolsági harcos mobnál annyira nem hasznos. Viszont elég jól néz ki. Ahogy látom, semmi effekt nincs a jumpon, viszont tök jól működik. Wow, viszont hogyha ugrok, mekkorát löködök. Amire visszarolnak, meghalok. Ja, talán egy ilyen póknál vagy creepernél hasznos is lehet, de más használat annyira nem látom. Rampage. Hogyha ezzel ölünk meg egy mobot, aha, akkor speedet kapunk, illetve bónusz sebzést. Hát nem tart valami sokáig, eléggé gyenguska, de a többi enchant mellé amúgy nem lehet valami haszontalan. Oké, launch. Lássuk, hogy ez vajon mit tudhat. Wow. Földöm a mobokat az égbe.
Nem is picit. Jó, mondjuk ahhoz képest, hogy kettes szintje van, hát nem tudom, az egyes vajon mennyit érhet. Hát ja, ez elég gyenguska, olyan, mintha csak ugorna egyet a pók. De amúgy is ugranak egyet, szóval nem igazán értem ezt az enchantot. Ez annyira nem szimpi. Weapon Protection. Na végre egy olyan enchant, amelyet armorra lehet tenni, ezzel elméletileg olyan mobok ellen kapunk védelmet, amelyek közelharci fegyvert használnak. Ilyen például a Wither Skeleton, gondolom én. Hát lássuk, hogy vajon mennyit ér ez a chestplate ellene. Lehet, hogy nem ártott volna egy kardot is elővenni? Oké, meg vagyunk. Itt van például ez a Vindikátor. Hasonlítsuk össze, hogy vajon egy weapon protectionos armor mennyivel tud többet védeni egy sima protectionnál szemben. Wow, ez is bazi sokat sebez! Nem igazán láttam olyan 4 szívet sebezhetett? Nézzük egy protection 4-jel. Oh, na jó. Ez két ütés volt konkrétan. Na jó, szerintem jobb lenne, ha összehasonlítanánk a teljes armor szettet. Kezdjük a sima protectionnál. Hát már jön is. Aha, fél szív. Jól van. Köszönjük, elég lesz. És a weapon protection. Ez meg szinte semmi. Na jó, ez tetszik, ez OP. Már az ilyen milliharcosokkal szemben. Ha még nem tetted volna, ne felejts el lájkolni, illetve feliratkozni a csatornára. Ingyen van, viszont számomra hatalmas segítség lenne. Illetve egyéb tartalmakért csekkold le a Discord szerveremet. Combustion Protection. Ez elméletileg a tűz, illetve a robbanásoktól tud minket megvédeni. Hát lássuk, hogy mennyit ér. Amúgy? Haló, alig sebződünk. És ha leveszem... Aha, megindult. Oké, köszöntem. Ez tök jól működik, ez tetszik. Ahhoz képest, hogy csak egy armorom volt rajta, elég jól megvédett minket. Heart of the Void. Ezt csak melvértre lehet rátenni, és elméletileg megvéd minket a Fall Damage-től. Hát, félek tőle, és... Hát ez nem volt igaz. Na jó, utána néztem, és az elméletileg csak az endem működik. Lássuk, hogy vajon igaz-e? Ajaj, borsózik a hátam. Működik. Wow, nem is sebződtem egyáltalán, de minden egyes sebzéstől megvédve, és hát minden foldimistől, azta. És emellett viszont még, állítólag megvéd minket a voidból való ugrástól is. Hát ezt látni szeretném, és... what? Visszateleportált minket? Még egyszer. Maradt a cooldown? Ah, úgy néz ki, hogy nem, viszont nagyon gyorsan törik, hogyha használod. Aha, na jó. Azért balanszolva van, nem kicsit. Vajon a Fall Damage során is gyorsabban törik? Oké, lássuk, és elkapott minket a sárkány is. Na jó, hát ennek rossz vége lesz. De ahogy láttam... Aha, hát így nem törik olyan gyorsan, hogyha csak simán lezuhansz. Viszont, hogyha Voidba ugrasz, akkor... ja, letölt rólam, ne? Ennyi volt. Jó, ez a Heart of the Voidos Enchant ideig a kedvencem. Heart of the Brimstone. Ez is szintén csak chestplate-re megy. Ennek köszönhetően viszont elméletileg a Netherben vagyunk sokkal erősebbek. Aha, azt itt csak akkor működik, hogyha felgyújtom magam. Hát itt pont van egy kis tűz, ez éppen kapura jön. Lássuk, hogy vajon igaz-e, és hát a fele se tudja. Hinni kell folyamatosan? Úgy néz ki, hogy igen, itt talán működik, mintha gyorsabbak lennénk egy kicsivel. De ah, meg regenerálódik a HP-nk folyamatosan. Rendes megéri a tűzben állni. Mondjuk ilyenkor gondolom sebződik folyamatosan. Igen, elég masszívan. Nem tudunk meghalni a tűzben. És vajon a láva? Az attól vajon megvéd? Hát, giri-giri. Sőt, ennyi volt. Konkrétan meghaltunk, még is tudok úszni. Amúgy ez is tud hasznos lenni, viszont a Heart of the Void-hoz képest azért valamelyest elmarad. Heart of the Moon. Aha, és ahogy látom, az éjszaka fog működni. Tök jó, tettek egy ilyen enchantot a játékba, amely különböző világokban, illetve különböző napszakokban működik csak. Jó van, és most mi fog következni? Hát hello, a fene se tudja. Ó, amint megüt minket, slowness effektet kap. Hát szia. Aha. Nem tud minket lefutni. Ha, ez honnan jött? Nem, nincs más szükségünk erre a Nether kapura. Illetve utána olvassam, és az enchant még megvéd minket a fantomok spawnolásától is, ami amúgy elég jó OP. És hátra maradt a Heart of the Sun, amely az előzőkből kiindulva valószínűleg csak nappal működik. Hát lássuk, hogy vajon mit tudhat. Üdvözlöm. Ó, ha megtámadnak, akkor felgyújtom automatikusan az ellenfelet, és amúgy nem tudom, talán regenerálódást is ad? Hát ebben nem vagyok biztos. Ja, fixen egy kis regenerációt is. Na jó, ez nappal overkill. Folyamatosan hílelődök, úgyhogy nem is ütök vissza. Na jó, ez a hátvisszán is szintén nagyon hasznos. Én meg úgy nézek ki, mint egy sündisznó. Nem sok enchantunk maradt hátra, illetve van egy átkunk is. Green Thumb. Végre egy enchant, amit a kapára tudunk rátenni. Erre már régóta vártam. Jó, és ez vajon mit tud? Na jó, nem gondoltam volna, hogy egy kapára fogom azt mondani, hogy ez must have a Minecraftban. Ezzel az enchanttal elméletileg, ha ráteszed a kapára és ezzel ütöd ki a növényeket, akkor automatikusan visszaülteti, illetve ami nem nő meg, az ki se tudod ütni. Most mondjátok azt, hogy ez nem lenne bazi hasznos. Ledarálod okosba, aztán... Ennyi. Oké, ez a kap, ez nagyon tetszik. Soil Walker, ez cipőre megy, és ez szintén a farmolással kapcsolatos. Ugyanis, hogyha ezt az enchantot rátszed a cipődre, akkor nem tudod letaposni a növényeket a farmodon. Amúgy mennyi szenvedésről meg tudna ez engem móvni. Ja, mint látjátok, egyáltalán nem tudom letaposni az egyik növényemet se. Hát annyira nem OP, mint a Green Thumb a kapám, viszont ha lenne ilyen opció, akkor tuti használnám. Oké, az utolsó enchantunk, ami egy átok, melvértre lehet rátenni, és hogyha megütnek, akkor...
Aha, random elteleportálok, ne már! Jó, vajon Fire Damage-re is tikkel? De ahogy látom nem, csak akkor, hogyha megütnek. Eléggé furi, mondjuk egy ilyen evokertől tök jól meg tud minket védeni. Hát hogyha nem futna le minket. Hát az enchant ez olyan... nem tudom. Jó, hát átkod azt hiszem nem is tudok tenni semmire, hogyha saját magamtól akarom, de ez még talán hasznos is lehet bizonyos esetekben. Minden esetre végeztünk, nincsen több enchant a chestben, viszont én meg szeretném nézni, hogyha én szeretném manuálisan létrehozni ezeket az enchantokat, nem pedig találni, vagy mondjuk venni egy villagertől, akkor vajon mekkora eséllyel kapom meg őket? Mondjuk egy Fire Aspect 2-t, ha kiveszünk, ha ezen nincsen semmi új enchant, próbálkozunk újra. Lightning Aspect 2, ez viszont már egy új enchant lesz. Tovább. Dual Strike, Fire Aspect, oké. Még egy Dual Strike, Frost Aspect. Na jó, ez egy sima vanilla card. Nem tudom, miért lepődte meg ennyire. Launch, Dual Strike, egy ilyen Initiative 5-öt tök jól lenne kiszedni. Nem tudom, hogy erre mennyi esély van. Hát de mit látjátok, nem valami sok. Igen, valószínűleg ezeket csak chestekben vagy villagerektől tudjuk megvásárolni. Jó, már ott tartok, hogy 2000 szintbe kerül egy enchant, de ezt a kardot nézzétek. Ráteszünk még ezt is, amit nem enged. Nem lehet rátenni akármit. Nem tudom, melyik enchant nem engedi, de hát ez szomorú. Ja, úgy néz ki, hogy Sharpness 5 mellett a Glass, illetve az Initiative enchant nem igazán működik. Na mindegy. Így se rossz. OP kis kard. És hát nekem a modbackből ezek az enchantok tetszettek a legjobban. A Leeching Aspect tök hasznos, hogyha kevés HP van és be tudsz adni pár crit damage-et. Initiative 5, ezt szerintem magyarázni sem kell. Ha valaki full HP van, akkor egy bazinás sebb is be tudsz vele vinni. Rampage 3, hogyha valakit megölsz, akkor kapsz bónusatokat. Heart of the Void, ezt sem kell szerintem magyarázni. Azért Endharsznál nagyon hasznos tud lenni. Heart of the Brimstone, Netherbe, Heart of the Moon éjszaka, Heart of the Sun, Soil Walker, hogy ne tapossam le a növényeket, illetve a kedvencem a kapa, amelyel végre nem kellene kétszer végigmenjek a farmakon, hogy újraültessem az egészet. És hát ennyi, ha tetszett, dobj egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára. Én Gyuszi voltam, találkozunk legközelebb, sziasztok!